Köszöntelek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik július 14-én a Plejádok felé. Ezek az égi kapuk a maja kalendáriummal állnak összeköttetésben. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Ez a nap tehát július 14-e az ötödik rezgésben található. Ez az ötödik rezgés eltart július 17-éig. Ez alatt a rezgés alatt Ben uralkodik. Ben azt jelenti lefordítva, hogy egy égi vándorló. Tehát van kapcsolatunk az égi hatalommal. Egy ilyen napon, amikor egy égi kapu kinyílik, összeköttetésben állunk a Plejádokkal. A központi nap Alkioné. Alkioné lefordítva azt jelenti egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Alkionét ismerjük a meséből is, ez Holle anyót jelképezi. Július 14-én kinyílik ez az égi kapu, de nem csak ezen a napon, hanem most van összesen 10 nap, és minden nap nyílik ez az égi kapu. Ez július 13-án kezdődött, és eltart július 22-éig. De most visszatérve erre a mai napra, tehát július 14-ére, ezen a napon Ik uralkodik. Ik lefordítva szellőt vagy levegőt jelent. Tehát itt hat a levegő eleme, azt szimbolizálja a könnyűségeket is, és a kommunikációt. Pontosan ez fontos, hogy beszélni tudjunk egymással, hogy azt tudjuk közölni, amit mondani szeretnénk. De nem csak közlésekről van szó, hanem gondolatokról, vagy tervekről is. Vigyázzunk arra, hogy milyenek a gondolataink. Gyakran sokaknál előfordul az is, hogy ilyen gondolatok vannak, hogy én nem vagyok értékes. Búcsúzzunk el ezektől a gondolatoktól. Ez nem tesz jót nekünk, hanem változtassuk meg a gondolatainkat. És a jövőben így fogalmazhatnánk, igen, én értékes vagyok. És ez kell, hogy érezzétek is. Ezen a napon, amikor így kinyílik ez az égi kapu, pontosan ez a téma, a gondolatokat, az érzelmeket tisztítani, és az is fontos, hogy legyen egy kapcsolat, beszélgetések. De nem csak azt jelenti, amit ti mondani szeretnétek, hanem hallgassatok arra, hogy mit közölnek mások veletek. Itt, ezen a napon, tehát július 14-én, amikor ilyen finom energia érezhető, tarthattok egy szertartást. A téma a közlések, beszélgetések, információ, vagy egy hír, ha olyan helyzetben vagytok, hogy ő most visszahúzódott, és vártok tőle egy hírt, akkor ez a szertartás ez nagyon előnyös. És bízatok abban, hogy ez a hír jönni fog.
Ami most ebben a pillanatban így eszembe jutott, ha így kommunikációról van szó, hogy gyakran sokkal értékesebb az, ami hallgatunk. És ez volt a felvételem, egy égi kapu nyílik, július 14-én. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!